Tavasztól átalakul az MVK vonalhálózata. Erre azért van szükség, mert a felmérések szerint az elmúlt években megváltoztak a jellemző utazási irányok. Az átszervezés előtt azonban a miskolciak véleményét is kikéri a társaság. A legtöbb észrevétel az 1-es, az 1B-s, a 7-es, az 54-es és a 21-es buszok esetében érkezik, de a tervek között szerepel a hidegsor bekapcsolása is a közösségi közlekedésbe. A belvárosnak a nyugati felét kötni össze az avas kilátóval, és tovább haladna az avason déli irányba. Tárgyalás az MVK vonalhálózatának módosításáról még nyár elején. A menetrendi munkacsoport egyik feladata akkor az volt, hogy a tömegközlekedést úgy alakítsák át, hogy az a mai utazási igényekhez igazodjon. Az utasszámlálások és felmérések szerint az elmúlt évek alatt ugyanis a forgalom mellett a jellemző utazási irányok is megváltoztak. A terv elkészült, de az MVK ZRT szeretné kikérni a miskolciak véleményét is. Változásokra ezért leghamarabb csak tavasszal kell számítani. A tervezett módosításokkal kapcsolatban sok észrevétel érkezett, például a felújított hidegsor közösségi közlekedésbe való bevonása is nagy figyelmet kap. Itt ugye a 31-es autóbusz jelenleg a Tiszai pályaudvarról megy fel az Avasra, az Avas kilátóig, és az Avas városközpontot, a kilátót is érintve a hidegsoron a belvárosba menne egy kört, gyakorlatilag a villanyrendőr, illetve a Hősök tere, tehát azok az iskolák, azok a munkahelyek közvetlen eljutással elérhetőek lesznek az Avasról. De tervben van a többi közt a 21-es autóbuszvonal meghosszabbítása Berekaljáig és a kelet-nyugati tengely északi ágán közlekedő buszok átszervezése is. Itt az egyik legnagyobb az a kelet-nyugati tengelyen közlekedő, ugye villamos mellett futó 1-es autóbuszvonalunk, a 7-es autóbuszvonal és az 54-esnek a kombinációja. Itt gyakorlatilag a 7-es autóbuszt meghosszabbítanánk az Újgyőri főtérig, az 1-es autóbusz gyakorlatilag így megszűnne, és az Újgyőri főtér és Felsőmajlát, illetve Berekalja ellátását pedig a 21-essel és a 101-essel oldanánk meg, tehát ez egy ilyen elég nagy. Demeter Péter hozzátette, a tervezett átalakításokkal kapcsolatban a lakosság véleményét január 15-ig várják az MVK honlapján, a társadalmi egyeztetés menüpontban.